Klikkeljünk az eszköztáron menüre, hogy eljussunk a Grosswheel keretrendszerhez. Klikkeljünk egy fókusz területre a kerékmenüben, hogy láthassuk e területnek az eszközeit. Klikkeljünk egy eszköz alatti kosár ikonra, hogy hozzáadjuk az eszközt az eszközkosárhoz. Keressünk eszközöket háromféle módon. Klikkeljünk az eszköztáram menüre, hogy eljussunk a Grosswheel keretrendszerhez. Klikkeljünk egy fókusz területre a kerékmenüben, hogy láthassuk e területnek az eszközeit. Klikkeljünk egy eszköz alatti kosár ikonra, hogy hozzáadjuk az eszközt az eszközkosárhoz. Próbáljunk keresni eszközt releváns kulcsszóval, belépve a keresősávba. Az így megtalált eszközt tegyük be az eszközkosárba az előbbiekben ismertetett módon. Ezután válasszuk ki a hashtag menüt, és klikkeljünk a releváns hashtagre. Adjunk hozzá egy másik eszközt az eszközkosárhoz. Klikkeljünk az eszköz alatti csillagikonra a kedvenc eszközök menühöz történő hozzáadásához. Most klikkeljünk az eszköztárban a kedvencek menüre, ahol azokat az eszközöket láthatjuk, amelyeket kedvencként megjelöltünk az imént. Töltsük fel saját eszközeinket. Menjünk a személyes menübe. Klikkeljünk a plusz eszköz gombra, és válasszunk ki egy fájlt a merevlemezről. Adjuk meg a fájl nevét, klikkeljünk a mentésre, és adjuk hozzá a saját eszközünket az eszközkosárhoz, az éppen feltöltött eszköz alatti kosár ikonra kattintva. Küldjük el az eszközkosarat az ügyfelünknek. Válasszuk ki az eszközkosarat, és nézzük át a benne lévő eszközöket. Bármelyik eszköz eltávolításához klikkeljünk a kuka ikonra. Klikkeljünk az e-mail ikonra az eszközdoboz elküldéséhez, és adjuk hozzá az ügyfél e-mail címét a címzett mezőben. Küldjünk üzenetet az ügyfélnek az elküldött eszközökről, például a következő találkozásunk előtt, ezt nézze meg, legyen kedves. Az e-mailek megtekintéséhez klikkeljünk az e-mailek áttekintése gombra. Klikkeljünk a küldés gombra az eszközkosárnak az ügyfélnek történő elküldéséhez. Keressük meg és töltsük fel a megosztott fájlokat az ügyfél oldalon. Ehhez lépjünk be az ügyfeleim menübe. Válasszuk ki azt az ügyfelet, akivel megosztottuk az eszközkosarat. Menjünk be a döntések és akciók menübe, és válasszuk ki a tanácsadói fájlokat. Jegyezzük meg, hogy az ügyfélnek elküldött eszközök megjelennek ebben a listában. Töltsünk fel új eszközt, ráklikkelve a plusz eszköz gombra, és vigyünk fel egy fájlt a merevlemezünkről. Hozzunk létre egy linket a plusz link gombbal. Vegyük észre, hogy az új fájl már megjelenik a tanácsadói fájlok listában.